Sziasztok! Talán nem először és valószínűleg nem is utoljára jegyzem meg, hogy néha zavarbejtően rövid a kínai hifi konstruktőrök termékfejlesztési ciklusa. A korábban tesztelt AIMA A70 Monóról még csak kb. kétszer volt alkalmam letörölni a zsíraszált port, és a postás már is újra csengetett, ezúttal az Aihima A80 integrált stereo erősítővel. Akár még azt is mondhatnám, hogy kezd egy kicsit uncsi lenni ez a dömping, de tudjátok mit? Az A70 Mono egy kellemes meglepetés volt, mert képes volt magasabbra tenni a lécet a hangminőséget illetően a sima A70-eshez képest, és az ebben a videóban bemutatásra kerülő A80-as is szolgál egy-két érdekességgel, Például, hogy még egy egész használható dakot is kapott a szokásos finomságok mellé. A részletes elemzés pedig hamarosan következik. A hasonló videóimat mindig az unboxing szoktam kezdeni, szóval most is ezzel startolunk. Az amúgy viszonylag csinos dobozban az erősítő mellett egy 48 volt és 5 amperes gallium nitrit félvezetőkből épített kapcsolóüzemű tápegységet, egy tápkábelt és egy használati utasítást is találhattok. Az erősítőhöz ezúttal jár egy távirányító is, ami miatt már is nem csak annak lesz kényelmes az A80-as használata, aki ténylegesen asztali erősítőként szeretné használni, hanem azok számára is, akik esetleg a hifi is beépítenék azt. Természetesen most is megkapjuk a szokásos USB kábelt, a Bluetooth antennát is, de ezeken felül még egy digitális optikai kábelt is mellékelt a gyártó. Az AIMA A80-as külső dizájnja is fényévekkel jár az OG a 0 es előtt. Először is gazdagon perforálták a ház oldalait és az alját a jobb szellőzés érdekében, ráadásul az oldallapokon található szellőzőlyukak nem csak úgy belettek bele marva a fekete eloxált alumínium házba, hanem még ezek is kaptak némi formatervezést. Az előlap is egy vastag fémdarab, amelyen egy igazán jó minőségű, majdnem a front felét elfoglaló színes kijelzőt találhatok, mellette az infravörös szenzor, a jobb szélen pedig egy enkódert helyeztek el az AIHIMA mérnökei, ami egyébként azt is előrevetíti, hogy az A80-as nem a hagyományos szénpályás potival rendelkezik, hanem valamilyen digitálisan vezérelt megoldással, de ezt később majd még bővebben kifejtem. A hátlapi csatlakozók tekintetében is elkényeztet bennünket a gyártó. A Bluetooth antenna csatlakozója mellett egy USB-C, valamint egy digitális optikai és koaxiális bemenetet is találhattok. Alattuk a szokásos RCA hajzatok mellé egy szimmetrikus bemenetet is odapattintottak, amely sajnos ezúttal XLR csatlakozó helyett 6,3 mm-es TRS dugókat használ. Persze értem én, hogy az XLR nem fért volna el, de a Home Audio tekintetében az XLR csak egy elterjedtebb megoldás, amíg a TRS csatlakozókkal én elsősorban a Pro Audio vonalon találkoztam. A bemenetek mellett két 3,5 mm-es jackajzatot helyeztek el. Az alsó egy stereo vonalkimenet, kimenet, amelynek a jelszintjére hatással van a hangerő potméter állása. Ide például egy aktív szubládát tudtok kötni, vagy akár az A70 mono végfokokat, tehát az A80-as használható előerősítőként is. A felső jackajzat egy 12 voltos trigger bemenet. Ezt egyébként egy kicsit furcsa megközelítésnek gondolom, mert egy integrált erősítőre inkább trigger kimenetet kellene rakni, és így az erősítő bekapcsolásával egy időben bekapcsolna például a ményomó, a streamer, a DAC, vagy akár a monoblock végfokok. Az erősítő nélkül nincs zene, tehát az lenne logikus, ha az A80-as vezérelni a többi eszköz be- és kikapcsolását, és nem fordítva. A sort ezúttal is a multifunkciós hangsugárzó csatlakozók és a szabvány DC tábbemenet zárja. A szép kijelző elsősorban arra szolgál, hogy egy impozáns méretű kivezélés mérőt, illetve spektrum analizátor telenítsen meg. De kijelzi az éppen használt bemenetet, a beépített DAC által lejátszott jelforrás paramétereit, illetve a hangerő állását is. Az enkódert vagy a távirányító megfelelő gombját megnyomva léphetünk be az összesen négy elemből álló menübe. Az első menüpontban a 6 bemenet közül választhatunk. A második menüpontban a hangszínszabályzót aktiválhatjuk. A mély és magas hangok mennyiségét plusz-minusz 10 decibeles tartományban állíthatjuk be. A következő menüpontban a kijelző fényerejét szabályozhatjuk 10 és 100% között, 10%-os lépésekben. A 100%-os beállítás egy sötét szobában szinte már bántóan sok, szóval én végül a legalacsonyabb beállításnál kötöttem ki. Külön érdekesség, hogy a távirányítón található dedikált gombbal akár teljesen ki is lehet kapcsolni a kijelzőt. Az utolsó menüpontban a kivezérlés mérők stílusát állíthatjuk be. Mindegyik kivezérlés mérő a valós zenei erre reagál, tehát nem csak parasztvakításról van szó, sőt a spektrum analizátor is a valóságnak megfelelően dolgozik. Kár, hogy azt már nem tudjuk meg, hogy melyik oszlop melyik frekvenciának felel meg, mert ez nincs kielezve. Érdekes funkció, hogy ha egy ideig az erősítő nem érzékel semmilyen bemenő jelet, akkor kvázi félálomba merül. A méréseim alapján az olyan 10 wattos üresjárati teljesítmény felvétel ilyenkor kb. a felére esik vissza, teljesen kikapcsolva pedig kevesebb, mint egy wattot kér a falból ez a kis doboz. Szóval a bébi fókáknak sincs okuk a panaszra az A80-assal kapcsolatban. Az erősítő belsejében is sok érdekességgel találkozhatunk. Az alkatrészek minősége szerintem ebben az árkategóriában kivételes. Mindenfelé Rubikon, valamint Nichikon goldelkókat, illetve Vima fólia kondenzátorokat és Vima tekercseket találhatunk. A digitális rész nem a fő panelen található, hanem egy külön öcsi panelt készítettek neki. Ezen találhatjuk meg a Qualcomm belépő kategóriás QCC 3040-es Bluetooth vevőjét, amelynek az az érdekessége, hogy elsősorban True Wireless fülhallgatókhoz fejlesztették ki, és még integrált aktív zajszűrést is tartalmaz ez a chip ami persze ebben az esetben kihasználatlan funkció marad. Az USB felül érkező adatokat egy Sevitek SA9137-es chip dolgozza fel, az optikai és koaxiális bemenetek jeleit pedig közvetlenül az ISS 9038Q2M DAC chip fogadja, de természetesen ide futnak be a digitális adatok az előbb említett USB és Bluetooth bemenetek felől is. A DAC chip amúgy nincs semmilyen fancy órával megtámogatva, de hát ennyi pénzért azért csodát ne várjunk. Az ISS 9038Q2M kimenetén az áramfeszültség átalakítást és az aluláteresztő szűrőt is egy-egy OPA 1656-os műveletérősítővel oldották meg. Az analóg bemenetek is kaptak egy-egy NE 5532-es opampot, puffergyanánt, illetve a szimmetrikus bemenetek valószínűleg ezek segítségével vannak single ended alakítva, ugyanis a hangerő szabályzásért felelős NJW1194-es IC nem tud szimmetrikus analóg jeleket fogadni. Ebből levonható az a következtetés is, hogy a szimmetrikus bemenet használata nem igazán jár különösebb előnyökkel, és szerint véleményem szerint semmivel nem járnánk rosszabbul, ha a második analóg bemenet is RCA lenne, mert legalább nem kellene külön kábelt szerezni hozzá. Az enyé dupla 1194-es IC egyébként mondjuk úgy, hogy a kisöccse annak a Muses 72320-asnak, ami a Kinky stúdió erősítőmben felelős a hangerőszabályzásért. A 1194-es is egy digitálisan vezérel, de analóg ellenállás létrás hangerőszabályzó IC, amely a hangerőszabályzás mellett négy csatornás stereo bemenetválasztó is, illetve a mély és magas hang kiegyenlítésért is ez az alkatrész felel. A TPA 3255-ös erősítő IC-t ezúttal is a főpanel aljára helyezték el, és egy vaskos alumínium töm vezeti át a keletkező hőt a készülékházra. Hiába azért nagy utat tettek meg az AIHIMA mérnökei ebben a tekintetben is az A07-eshez képest, ahol a teljesen zárt házban található szerény hűtőbordának még néhány elektrolit kondenzátort is nekitámasztottak, Biztos, ami biztos. Mindenesetre ez a megoldás kellően robusztusnak tűnik ahhoz, hogy a TPA IC ne meneküljön hővédelembe, ha netán megizzasztanánk egy házibuli alkalmával. Az erősítő IC előtti két NE5532-es kettős műveleti erősítő ezúttal is foglalatokban van helyezve. Viszont hogyha megnézitek az erősítő blokkdiagramját figyelmesen, a jelútban van még egy rakat másik NE5532-es vagy éppen OPA 1656-os is, amelyeket viszont nem tudunk cserélni, így pont ezt a kettőt kicserélni az erősítő előtt hát nem tűnik sok változással kecsegtető megoldásnak. De persze próbálkozni mindig érdemes, mert hát erről szól ez a hobbi. A Sparkos Labs diszkrét alkatrészekből felépített dual opampjai például most is mintha ehhez az erősítőz lettek volna tervezve, és ki is próbáltam az A80-ast velük, de nem igazán éreztem lényeges különbséget. Apropó, blogdiagram, milyen menő már, hogy az Aihima ezt is publikálta. Ezért mindenképpen jár nekik a piros pont. Ami viszont erről a diagramról nem derül ki, az az, hogy az erősítő tartalmazza-e az úgynevezett PFFB, azaz Post Filter Feedback áramkört is. A különböző fórumokon és az AIHIMA saját Facebook oldalán a gyártó azt állítja, hogy az A80-as is rendelkezik a PFFB-vel, de nem esik róla szó sem a blogdiagramon, se az AIHIMA weboldalán található hivatalos marketinganyagban. Így hát ezt én nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni. Na és akkor ezzel a lendülettel forduljunk is rá a hangminőségre, amin szokásomhoz hülyen olyan sokat időzni vagy szomeléskedni nem szeretnék. Számtalan videóban elmondtam már, hogy hogyan szólnak a TPA 3255-ös IC-vel szerelt erősítők, és az alap karakterét tekintve az A80-as sem más. Feszes és energikus alul, és hát a felső közép, illetve a magas tartomány egy, lehetne egy kicsit szofisztikáltabb. Persze nem rossz, a cuccára tekintve meg pláne, de mondjuk az én fülem a kinkihez van szokva, tehát önkéntelenül is azokat a kvalitásokat keresem egy erősítőben, ha bár tudom, hogy nem kellene. Ha a minőség tekintetében nekem továbbra is az A70 Mono az etalon, már ha azokat kizárólag végfokként használjuk egy jó minőségű preamp után kötve. A sima A70-es környékére satszolom a hangminőségét azzal a különbséggel, hogy Alacsony hangerőn lényegesen koherensebb és realisztikusabb az A80-as térábrázolása a hangerőszabályzó IC-nek köszönhetően, mint az A70-es a hagyományos analóg potméterrel. A beépített DAC szerintem hozza azt a szintet, amit bármilyen 100 dollár környéki topping vagy SMS-el. A Gaster 26 ot rákötve azért hallható némi javulás, de semmi olyasmi, ami miatt megérni az A80-as DAC-ját egy sokkal komolyabb külső eszközzel kiváltani. Az ma szerintem jó munkát végzett, és ehhez az erősítőz a gyári dak, ahogy a művelt Angélus mondaná, mindenképpen good enough. Azért egy furcsaságot találtam. Amikor bármelyik hangszín szabályzót nullállásból elmozdítjuk, vagy nullállásba visszatekerjük, akkor egy viszonylag halk pattanást hallani a hangfalakból. Ez normál hangerőn fel sem tűnik, de ha éppen nem játszunk le semmit az erősítőn, akkor ez jól hallható. Erre van egy elméletem. Az NAW 1194-es IC-nek van egy Tone Control Bypass funkciója, azaz az IC megfelelő vezérlésével teljesen ki lehet kapcsolni a hangszínszabályzót. Ez egyébként az IC blokkvázatán is jól látszódik. Szóval amikor mind a mély, mind a magas hangszabályzás nullára van állítva, akkor a mikrokontrollerrel utasítja az IC-t, hogy teljesen kapcsolja ki a hangszínszabályzó funkciót. Ennek egyébként van értelme, mert a kimeneti zaj tekintetében 4 decibellel romlik a zaj szintje, ha a hangszínszabályzó aktív. Tehát amikor bármelyik eq elmozdítjuk a nulláról, akkor aktiválásra kerül az IC-ben ez a funkció, és a pattogás ennek az aktiválásnak, illetve az esetleges deaktiválásnak az eredménye. Talán ez az első olyan termék az Aihimától, amin nem igazán találtam fogást. Technikailag kerően kiforrott, viszonylag sok szolgáltatást is kapunk a pénzünkért, és jól van megépítve minőségi alkatrészekből. Végig pörgettem gyorsan az árukeresőt, és 90 ezer forintért igazából semmit nem lehet kapni, ami minimum 100 wattot képes leadni csatornánként, és az A80-ashoz hasonlóan funkciógazdag. Szerintem ezzel a termékkel az iHima most rendesen beletalált valamibe, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a script írásának az időpontjában minden A80-ast eladtak, szóval ha karácsonyra nem is, de újévi fogadalomnak egy jó választás lehet ez az erősítő, és talán még lesz rá némi akció is, hogy olcsóbban kaparinthassátok meg. Az ehhez szükséges nem öffiliét linkek, mint mindig, most is megtalálhatóak a videóm leírásában. Ennyi mára, idén már nem készítek több videót, szóval ezúton is boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok nektek. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, illetve csatlakozni rendszeres támogatóként a YouTube csatornámhoz, akkor ugyancsak a videó leírásában megtalálhatjátok a szükséges linkeket. Ezen felül iratkozzatok fel, ha ezt még esetleg nem tettétek meg, és kommenteljetek is a videó alatt vagy a csatornán Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat, 2025-ben újult erővel újra jelentkezem.